Kedves rádiónéző gyerekek és televízió hallgató felnőttek! A mai műsorunkban a 72 szezon című sportalmanakból fogunk önöknek eredményeket felolvasni. Jó szórakozást kívánunk! Na, egy jó scooter feldolgozást megnéznék a Metallicától. Yeah! How much is the fish? Vagy várj, a két lábbal. Igen. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez meg itt a maszturbáló. Az is. És akkor, ha nem veszitek tolakodásnak, akkor én rázendítek az ebédemre, te meg parancsoljál. Én meg majd hozok italt, mert hosszú lesz. Gondolkodtam, hogy hogyan adjam meg a módját annak, hogy most a fülelő történetében először Metallica lemezről beszélgetünk. Gondolkoztam azon, hogy öltönnyakkendő, de végül úgy döntöttem, autentikus leszek, ha már Lars Ulrich a moziba addig sem volt hajlandó kivenni az arcából, amíg a rajongókhoz beszélt, a dán paraszt. Na mindegy, hát a Larsot ismerjük, tudjuk milyen, majd itt is kitérünk rá, de először is... Bocsánat, csak az elején. Mondjad. A Lars nem tud dobolni, engedjük. A dob jelen. Nem tud lárszolni, a wah-pedál nem tud körkölni, és igen. A mikrofon nem tud jamselni. Köszönjük, igen. Ezen túl vagyunk, menjünk tovább. Igen, bárki ezeket beírja kommentbe, hogy Lars nem tud dobolni, meg ilyen instantban. És nem, nincs izé jóvátétel, nem, instantban kész, nem akarom ezt meghallani. Pedig amúgy tényleg, de ezt most engedjük el, majd kitérek rá, nyugodj. Ne ítéljünk elsőre. Az a lényeg, hogy egy Metallica lemez, tekintve, hogy mondanám, hogy szökő évente van, de nem, mert még annál is ritkábban. Tehát két szökő évente majd, hogy nem. Ünnep a metal világ számára. Még mindig. Nagyon szépen köszönöm. Kérlek. Viszont azt se felejtsük el, hogy a Metallica... Engedjük már végre azt, hogy a Metallica egy thrash metal zenekar. A Metallica körülbelül a Fade to Black, de legkésőbb a Welcome Home Sanitarium óta nem thrash metal zenekar, sőt a Metallica már Ride the Lightning-gal is sokkal több volt, mint amit egy átlagos thrash metal zenekar valaha kiizzadni képes lenne magából. Most szigorúan műfajilag nézem. Tehát az, hogy egy szakportálon 2023-ban azt kell olvasnom, hogy a Metallica egy thrash metal zenekar az első mondatban, de tovább megmondom őszintén, nem jutottam, mert nem akartam előzőleg kritikákat olvasni, saját véleményt akartam idehozni nektek. Lehet, hogy a vége az, hogy kijön az, hogy a Metallica nem thrash metal zenekar, akkor megkövetem az illetőt. Spoiler, ezek nem jön ki. Örvendek, te olvastad? Mm-hmm. Köszönöm, akkor viszont egy szakportáltal ilyet nem engedhet meg magának. Tovább megyek, komment szekció. Hogyan lehet egy vérthrash metal overkill lemezzel összevetni a Metallica lemezt? Ami nyomokban trashes elemeket tartalmaz. Ugye 72 Seasons lett a lemez címe, 72 évszak, ez ugye az ember első 18 évére utal. James egy könyvben olvasta a koncepciót, ez ugye az a 18 év, ami meghatározza az igazi vagy hamis énünket, és amikor a szüleink mondják meg nekünk, hogy kik vagyunk, és mi a rendeltetésünk, és igazából az egész felnőtt életünk arról szól, hogy ettől mennyire tudunk elszakadni. És erről szól ez a lemez. És itt válasszuk ketté a Metallica rajongót, a Metallica egyes albumait szeretőktől. Tehát az, aki azt azzal spammeli az összes komment szekciót, hogy a Metallica 86 vagy 88 óta halott, az egyrészt nem éri föl ésszel, hogy miről szól a Metallica. Kettő. Azt hagyja figyelmen kívül, hogy a Metallica mindig egy őszinte zenekar volt. És most őszintén ez jön belőlük. Könyörgöm, 60-at tölt idén a Lars. Álljanak neki izé baterizni még mindig, meg izé mi a faszom? Dire szívezni, meg damage inszezni? Hol éltek? Mit vártok ti? Reálisan nézve, mi a tökömet vártok egy Metallicától? Mert én pontosan ezt a lemezt. A James-nél nincs jobb szövegíró a világon. Talán. A Rob egy bombabiztos ritmusjátékos, aki gecire együtt van a James-szel. A Lars és a Kirk meg van. Erre nem tudok mit mondani, nekem szent meggyőződésem, hogy koncerten a James és a Rob az oka annak, hogy a Lars meg a Kirk ketten nem szaladnak négy felé, bazd meg.
Tehát lehetne ebből is az, mint a Rise Against-nél, négyen négy felé vannak az egész dalban, és csak az első, meg az utolsó, ugyanaz a dalban, az közös. De a James olyan szintű ritmusgitáros, a világ egyik legjobbja, hogy meg tudja oldani. És az a poén, hogy most Kirk is felszívta magát, tehát egy James a ritmus császár, de most Kirk is felszívta magát, miután az előző lemeznél mindegy ezer ötletet tartalmazó iPodot vesztett el valami reptéren, azt nyilatkozta, hogy most felszívta magát, túlkompenzáltam, tele van ötletekkel, azt mondja. Igen. Hát figyelj, azért a 72 Seasons fő riffjét csak ő hozta. Az mondjuk nagyon jó, és olyan, amilyen vakpedál, masszatolás tudjuk, utoljára szegényként akkor írt jó szólókat, amikor még a Satriani 84-86-ban bekérette mindig, hogy mutasd, mit alkottál, jó barát, aztán gondolom bele-bele korrektúrázgatott, vagy nem is tudom, tehát akkor írt utoljára a Kirk jó szólókat, de most azért itt a lemezen kap egy pár dolgot. Majd, nem akarok így dalelemezgetésekbe belemenni, mert fedezze föl mindenki ezt a lemez saját ízlése, meg habitusa szerint, hogy kinek mit mond ez a lemez, mert ugye ez abszolút egy James lemez, a Jamesnek pontosan volt honnan merítenie, mert ugye tudjuk, hogy neki milyen gyerekkora volt, tehát hogy a szülei egy szekta tagjai voltak, a kis James 16 éves korában kapott először aspirint, addig azt hitte, hogy ez a fejfájás, ez így van. Így elmúlhatatlan. Mert azt mondta az anyja, hogy olvasd a Bibliát, meg imádkozzál. Aztán a szülei elváltak 13 évesen, az anyja meghalt rágva 16 éves korában, szóval teljes, és a Hetfield ezért egy roppant gátlásos ember. Tehát az, amit ő a Metallica frontembereként mutat, az egy szerep, az egy arc. És a Hetfieldnek az egész felnőtt élete arról szól, hogy a gátlásos srác között, meg a Metallica frontemberként mutatott kemény csávó attitűd között valahogy egyensúlyt találjon. Ehhez kell neki a pia. Én meglátásom szerint. Nyilván ez nincsen bizonyítva, de ez az én elméletem. Ha a Hardwired-hoz képest vizsgáljuk a lemezt, akkor nagy vonalakban ugyanazt találjuk, mert azért a megközelítés, meg a sound az egészen hasonló, ugye a Death Magnetic-et azért sem szeretem, mert ott erőszakosan meg akarták fejteni magukat. És oké, hogy a végén, amikor kijött a lemez, már görcsmentességről beszéltek a promo interjúkban, de az akkor is egy lépés volt vissza. És a Hardwired volt az a lemez, amikor úgy éreztem, hogy megtalálták magukat. Az nálam egy olyan 10 pontos lemez, hogy elképesztő. Tökéletes elegye a Justice progresszivitásának, a Black Album slágeres húzásának, meg a Load-nak ez a folyós, alterosabb, post-grunge-osabb, hardrockosabb megközelítésével, és az utóbbi kettő itt van, csak a Justice helyére a Kill Em All-t kell beírni. Tehát most találta meg a Metallica az egyensúlyt, a Motorhead-es Brit Heavy Metal új hullámás gyökerei, meg a tulajdonképpeni életútja között. Tehát ez a lemez az a szintézis, ami a gyökerekből, meg az azóta eltelt 40 évből következik. Ami progresszivitás, meg ami tört ütemek voltak a Hardwired-on, azok most szinte nyomtalanul tűntek el. Vagy legalábbis helyesbítés, elbújtatták őket, mert egy csomó helyen van olyan, nem konkrét páratlanokra kell gondolni, hanem olyasmikre, amikkel tele volt a Hardwired 2-es diszk, hanem olyasmikre, mint például, hogy a témaváltás előtt az ütem utolsó egy-két hangját lecsípik, vagy hozzáadnak, vagy raknak bele valamit még. És én is hallom az utánérzéseket, hogy az Inamorata közép részéből való visszajövetel az szinte egy-egybe az Unforgiven 3 a Death Magnetic-ről. Vagy hogy a You Must Burn szinte egy-egybe olyan, mint hogyha a Sad But True lett volna, hogyha 5 évvel később a Load korszakban írják meg. Faszé szorongatom ezt, Lars, hogy bírja? Csak leszarom. Tehát én is hallom ezeket. Még a Sandman rakt hozzá. Sleepwalking my life away. A Sandman minden... Jó, persze. Igen. Jó, oké, persze, de... Csak hogy ez is le legyen tudva. Na. Le legyen tudva, igen. Tehát... Örülök azért, hogy a legjobb pillanatokat gyúrták egybe, de tényleg a szövegvilágon érződik, hogy itt azért meglett emberek. Az élet tanulságait tallózzák, mert őszintén szólva kibaszott csalódott lettem volna, és nagyon örülök, hogy nem így történt, hogyha még mindig a
Ridemaster, Justice Szent Háromságból kiindulva, a háborúról, meg ilyenekről énekelnének. Nagyon hülyén venné ki magát, így 60-60 felé battyogva. Azt már egy másik generációnak kell megírnia. Erre hat, mondjad, hat kössön, bárhova nyugodtan, bárhova akarsz. Azt a gondolatot, valami podcastet hallgattam, már őszintén nem emlékszem, hogy mit. De valaki azt mondta, hogy az elmúlt 40 évben, ez nem a Metallicáról, ez tök másról szól. Az elmúlt 40 évben a gondolkodásom, és én nem változtam volna semmit, akkor mi a fasznak volt az elmúlt 40 év? Pontosan. Tökéletes ez ide. Ha valaki még mindig a Mastert várja, egyrészt hallgassa a Mastert, másrészt ő is megragadt ott. Tehát, igen, tehát ez így... Mász elő a kő alól kisfiam, ahol az elmúlt 40 évben elbújtál, mert zárkózz föl, 2023 van. Így van, így van. A szívedben örök fiatal vagy, nem azt jelenti, hogy megállsz ott minden téren. Ezt szögezzük le, mert akkor félreértelmezik a feladatot egyesek. Még egy gondolat a papáról. Én jobban szeretem, amikor rajta van a pián, mert akkor kap a hangja egy ilyen karcot, tehát akkor mélyebb, ilyen ráspajosabb hangja van, amikor nem iszik. Hald Széntinger például egyes helyeken, meg itt is. Itt magasra képes menni. Attól még ugyanolyan Hetfield, és imádom a Hetfield orgánumát mindenhogy, csak nekem jobban tetszik, amikor karc van a hangjában, nem pedig ez a magasabb történet. Meg hát a Luxiturnát is kinyomja élőbe, tehát ugye van róla felvétel. Igen. Teljesen vállalhatóan. Tehát, hogy azért 60 évesen egy ilyet így kihozni, az rá a kalappa, kész. És akkor Lars, tehát szögezzünk le valamit, az ország egyik legnagyobb úrihistája vagyok, de az elmúlt bő 20 évét kikérem magamnak. Egyébként leszámítva a Hardwired lemezt, meg a Hardwired turnét. A Hardwired lemezen, ugye a Moth Into Flame harmadik verziét, harmadik verziét felvezető dobfill, az körülbelül olyan, amilyenből a Metallica pályafutásában is csak egy-kettő van mutatóba, és olyan, mintha lement volna hozzá a Hardwired felvételei közt a Mike Portnoy, hogy figyelj, mutatok valamit, mutatok pár dolgot. Mert az a lepörgetés, az full Portnoy. És azelőtt se volt ilyen, meg azóta se. Én úgy meglepődtem akkor. És sajnálom, hogy most egy olyan 1.0-ás alap van, ha felületesen hallgatod, hogy elképesztő. Olyan, mintha a Pali a Hardwired idején rájött volna, hogy nem elég 4/4-es popdalokat ütni gyakorlás címén, akkor főszívta az arcát, akkor kapott egy boostot tőle, és ami még abból megmaradt, az hallható itt. Meg egy olyan véleményt is olvastam, akkor megy a visszautalás, egy nagyon kedves, ugyancsak zenekritikus cimborám megemlített név nélkül engem a saját kritikájában, úgyhogy én is megemlítem őt név nélkül, mert volt egy nagyon jó megjegyzése, amit remélem utólag nem haragszik, hogy idézni fogom, hogy kiiktattak egy hibafaktort. És ez egy nagyon jó meglátás, tehát nem tudom, ki volt az a bátor ember, aki megmerte mondani a Larsnak, hogy figyelj már, ha koncerten a felét játszod annak, amit lemezen egyszer sikerült föltolni, akkor talán olyanokat kéne lemezre is tenni, nem? Vagy ne kelljen elcsalni. A Lars valószínűleg elgondolkodott, és azt mondta, jó. Na most ez van itt. Tehát egy kéz elég az albumon található olyan lepörgetések megszámolásához, amikhez nem elég kijárni az ütőtanszak első évfolyamát. És ez bármennyire szomorú, de így van. És egyik lepörgetéssel You Must Burn. Azt azért megmondom előre. Szerintem most is 3 nap és 3 éjjel virrasztott a Fidelmannek a két legjobb embere, nevezzük nevén őket, mert megérdemlik, Jason Gossman és Dan Monty, ők feleltek az editálásért. Szerintem 3 nap és 3 éjjel virrasztottak, míg végül vért húgyozva összerakták azt, amit hallasz. És egy kicsit kiábrándultam a lemezből, amíg felületesen hallgattam. Amikor fülessel belemerültem, hogy na akkor szövegek meg minden, akkor beszippantott, és akkor előjöttek a finomságok, hogy hogy van fölépítve mondjuk az If Darkness Had a Son 3 refrénje előtt a 3 fill. Hogy fokozás. Tehát ilyenekre oda kell figyelni. Vagy teszem azt egy nem tudom melyik dalba, mindjárt megkeresem, hát ha ide írtam, jegyzeteim között, nem tudok lepörgetni, én se, a Lars se tud. Mindegy. Ez egy őszinte, ja, igen. Ez őszinte kritika. Igen. Ja igen, tehát hogy a Too Far Gone a verze kellős közepére be van baszva egy 2/4.
észre se veszed, ha nem figyelsz oda. Tehát progresszív ez a lemez, csak bújt, el van bújtatva. Tehát elképesztő, elképesztő. És igazából a Larsnak ez a megközelítése adja a zenének azt a kicsit tufa, ősmetál jelleget, ami viszont jól áll neki. Tehát egy Motorhead jelleget kap lényegében, egy Motorhead dobolást kapnak a Metallica résznek lényegében. Ha sarkítani akarjuk. És azt meg, hogy a Lars dobolása mennyiben más, mint a Metallica dobolása, mint a Motorhead dobolás alapból, azt ne itt nyissuk meg. akit érdekel, fejtegesse vissza a Killemat, meg a 80-as évek környéki Motorheadet. Meg ugye hát egy zenekar mindig csak annyira jó, mint a dobos. Tehát hogyha a dobos fickózni akarja magát, holott nem tud, akkor a zenekar jóvására fog menni. Nem akartam a dalokra kitérni, de egy pár finomságot muszáj vagyok megemlíteni, mert nagyon sok helyen olvastam, hogy unalmas egyhangú lemez. Nem unalmas, csak nem figyelsz oda. Nem másra fogjad. Ezek a srácok mindent megtettek azért. Tényleg, amikor például a címadóba, a végén, harmadikra adja oda a fő riffet, mikor a refrén után visszajön. Hát én azt hiszem, mindig magam alá szarok. Tehát, hogy az... Elsőre azt hiszed, nem. Másodikra se, és harmadikra adja oda. Jézus Isten! Jézus Isten! A Shadows Follow fő riffje meg egy az egyben ilyen lódosabb. Mint hogyha egy cérna szálló himbálózna a történet. És ott a középrészben van az egyik ilyen... Olyan 8-6-4 varia van, hogy az nagyon... A Shut My Eyes résznél. A refrén meg bármelyik Bon Jovi. Ezt azért én hozzátenném, igen. Vagy ott a Screaming Suicide, ha már apróságokról van szó, amikor az utolsó refrénbe beraknak egy extra ütést a Deep Soul kedvéért. Elképesztő. Na, óriási ez a lemezés. Tényleg, én 28-29 hallgatáson vagyok túl szerintem. Nem az tehetek igen. Róla, bassz meg, tehát nagyon vártam ezt a lemezt. Aztán tényleg ott vannak még az olyan dalok, amikkel érezni a hatást. Például ott a Sleepwalk My Life Away, ami még a Load idejében kezdtek el dolgozni, és pont olyan is. Meg a Verze dallam is hasonlít egy akkori dalra, meg nem mondom már fejből melyikre, talán a Devil's Dance, de nem vagyok benne biztos. Meg az egyik ottaninak is tök hasonlóan volt vége. Aztán... nem véletlen mondták a moziban azt, hogy úgy kezelték a lemezt, mint hogyha kazetta lenne. Tehát a Lars a Crown of Bardwire előtt egy nagy monológot tartott arról, hogy ez a dala, B oldal első dala, tudod, mint a kazettánál, hogy így megfordítod, és akkor two sides, nagyon előadta magát a Lars a mozifilmben, de hát ő ilyen, aki így szereti. Tényleg egy kicsit olyan, mint hogyha az utolsó, mondjuk a Luxiturnától kezdődően egy teljesen másik lemez lenne. Egy dal van, ami... Nem, két dal van, ami 9 pontot kapott, a többi onnan mind 10. Ami nálam 8 pont, az a Screaming Suicide, meg a You Must Burn, a többi mind 10. Ja, meg a Room of Mirror se 10 pont, mert az 10 ezer. Tényleg oda van írva. 10 ezer pont, bazd meg. Tényleg oda van írva. Az Iker szóló, akkora bazd meg, hogy a karomon a szőr minden alkalommal kiüti a plafont. Már nem bírom fizetni a tetőfedőt. Folyamatosan hívom az ácsot, a tetőfedőt, a rendelem a izét, mi az, gipszkartonlapokat az álmennyezethez. Nem. Meghallom ezt Iker szólót, én meg ülök a vakolat alatt, mint a Bump It klipbe a faszul, miután főnökkel a súlyzott, igen. Tudod? Igen. Két gondolat még. Az egyik az, hogy a Larsnak még egy gondolat vissza a Larshoz. Tehát ez a triolás pergősorozás, ezt felejtsük már el. Hát Heróton van tőle a lemez végére. A You Must Burn-ben minden második lepörgetés ilyen. Hát falra mászok. Kettő. Igen. Nagyon remélem, most már a Hardwired után azt mondtam, hogy nagyon remélem az volt az utolsó lemez. Most azt mondom, hogy nem, remélem, hogy nem ez az utolsó lemez. Mert hogy? Inamorata. Nem kell csak azért 11 perces dalt írni, hogy legyen egy 10 perc fölötti dal a diszkográfiában.
29. hallgatás után is azt érzem, hogy nincs ebben a dalban ennyi, maximum 9 perc. Noha értem azt is, hogy miért lett 11-11 hosszú. A 11-10 az hiba. 11-11. De a 11 perc az biztos, mert ugye 1-1, ez ikerláng dolog, tehát szerelmi téma. Azért lett 11-11 hosszú. Az, hogy a Spotify-on 11-10, azt engedjétek el, az majdnem biztos, hogy 11-11 akart lenni. De ahogy ki tudtam egyezni a Godsmack-nél, hogy a Lighting Up the Sky mint karrierzáró dal legyen, vagy teszem azt a Rush-nál, hogy a Garden karrierzáró dal legyen, és ki tudtam volna egyezni a Spin Out the Bone-nal is az előzőnél, de ezzel most nem tudok valahogy kiegyezni. Nem tudok valahogy kiegyezni. Ott a visszatérés egyfelől olyan, mint az Unforgiven 3, szinte egy az egybe. Ott, és ott jobban is kijön. Mert nagyon sok Sabbath meg Stoner van benne, de 11 perc nincs. A refrén nagyon jó, a több szólamú szóló óriási, a Misery Loves Company lesz az én egyszer fent, egyszer lentem, bazd meg. Mert itt mindenképpen, mindenhol, az tényleg olyan... Igen, minden zenekar, minden szerelmes dalába, persze. A vállalat nem engedi a lelkemet, bazd meg. Igen. Igen. Meg a riffek, bazd meg. Hát hogy lehet egy olyan lemezt ekézni, meg unalmasnak mondani, ami olyan riffek vannak, mint a Chasing Light. Mi ez a csipegetés? Úristen! Mondták a moziba is, hogy ez ilyen kis játékos kis riffecske. És tényleg az, vigyorogsz közben, miközben hallgatod. Hát még játszani, hogy vigyorognak közben, mikor játszhatják. Bele sem merek gondolni. Srácok, én esküszöm. Nem ömlengés, nem akartam céltalanul ömlengeni. Mert látom a lemez hibáit, meg a visszautalásokat, meg az önnyúlásokat, meg a más nyúlásokat, csak leszarom. Én egy jó Metallica lemezt akartam, megkaptam, én erre az évre meg vagyok csinálva. Aki meg a Mastert ríja vissza, az hallgassa inkább meg, annyival is kevesebbet hisztizik fölöslegesen. És még egy gondolat, ezt a lemezt fülesen kell meghallgatni, kurvára sokan ekészték a mozis hangzást, jogosan, halk volt, aránytalan volt minden, viszont nagyon kevés mozi képes Magyarországon azt a Dolby Atmos hangzást visszaadni a nézők számára, amit a Metallica ehhez a filmhez, meg ehhez a lemezhez megálmodott. Ez egy csak fülesen hallgatandó lemez, ott minden finomság kijön, mert van, ez nem egy háttérbe hallgatós lemez, de úgyis kurvára el lehet vele lenni. Viszont zseniális. Tehát, hogy... Egyszerűen zseni, illetve egyszerű és zseni. Mint mindig. Nem tudok erre mást mondani. Welcome back, Metallica, és... Köszönöm ezt a lemezt. A sztorit fejtsétek vissza. Merüljetek bele a lemezbe, nekem már a történet miatt is rengeteget adott, meg a fő szál miatt is rengeteget adott ez a lemez már. Amikor megtudtam a koncepciót, akkor éreztem, hogy ez az év lemeze lesz, és borzasztóan örülök annak, hogy nem csalódtam. Nem kellett csalódnom egy nagy kedvencemben, úgy, mint kellett az utóbbi időben, egy Dream Theaterben, egy Mago Deosban, és borzasztóan örülök, hogy a Machine Head után a másik legnagyobb kedvenc zenekarom is egy olyan lemezzel tudott visszatérni, ami miatt nem kell szégyenkezniük. Tehát nálam most per pillanat körülbelül úgy néz ki a Metallica diszkográfia sorrendbe tétele, hogy harmadik, a Lulut nem rangsorolom, mert nem alázom meg a többi lemezt azzal, hogy diszkográfia részének számolom. Harmadik a Reload. Második a Death Magnetic, az első meg az összes többi Holt versenyben. Tehát nálam most ez a sorrend. Kiemelkedve a Justice Kill Hardwired Saint Anger. Ezek az elsők, második a többi, harmadik a Death Magnetic, negyedik a Reload. Akkor így vannak nálam a Metallica lemezek rangsorban. Srácok, ennyik voltunk. De mondjál te is a lemezről véleményed. Ja, a lemezről vélemény. Figyelj! Én nem hallgattam. Jól laktál? 29... Igen. Jó, el is tehetél magad, de úgy... Majdnem mondom. Vedd fel a tempót újra, mint a Lars, tudod? Tartsd a tempót, mint a Lars. Jó, ez.
nem támogat minket a McDonald's című gyors étteremlánc. Mert az Endkirály is. Nem is gyors egyrészt, másrészt meg igen. Másrészt meg csak szimplán éhes voltam, mert ma még nem sokat ettem, és már egy óra van, vagy kettő, vagy nem tudom mennyi. Csak lélekbe szerintem még marhahúst eszegeted, nem? Ja, igen, igen. Ja, a lemezről. Megült egy kicsit a gyomrom. Na, igen. Szóval a lemezről... Hogy ne csak egy elfogult fasz véleményét halljátok. Igen, a szóló kokkányolást azt aláírom. Tehát én is nagyon sok helyen, és hogyha például láttátok ott a Jimmy Kimmel-es live Lux Eternát, akkor értitek, hogy milyen szóló kokkányolásra gondolunk. Tehát ott egy kicsit én szégyeltem magam a körkhelyet, de tudjuk, hogy őt így kell fogadni. A másik, nekem amúgy nem volt bajom itt mondjuk így a Lárszal, meg senki mással azon kívül. Tehát én is azt gondolom, hogy 40 év a zeneiparban, és ha még egy ilyen lemezt le tudsz tenni, akkor gyakorlatilag joggal van az, hogy téged a metal királyának neveznek. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt nagyon-nagyon kevés zenekar tudja megcsinálni. Köszönöm. És én mondom ezt úgy, hogy én egyáltalán nem vagyok Metallica fan. Én szimplán hallgattam a lemezt, és egyszerűen jó hallgatni való. Nem mondom azt, hogy én nekem a Saint Anger a kedvencem, ebből is látszik, mekkora Metallica rajongó vagyok. De hogy amik föltűntek, az az, hogy a Hetfield az kurva jó szövegeket ír, és vannak baszott nagy dallamai, nem minden dalba, én egy-kettőbe hiányoltam, és inkább oda képzeltem, hogy hol lehetne még egy kicsit tolni rajta, de amikor meg annyira kitolja, mint mondjuk a Lux Eternalba, az meg lehet, hogy 10 dalon keresztül már sok lenne. Tehát értem én ezt a jut is marad is dolgot, meg nem mindenhez illik annyira. Riffelésben éreztem néhol desszertizet, iszt, Viszont éreztem azt is, hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, zsigerből jövő történetek. Tehát nem az, hogy leültek és megfejtették a Guitar Pro előtt hangról hangra, hanem összeültek, aztán mit van, mutasd, jó, ez jó lesz, ez nem, ez kuka. És akkor ami jó volt, azt megtartották. És azt gondolom, hogy valóban a Metallica egy olyan zenekar, egy olyan státuszban, akinek az ég egy adta világon senkinek semmit nem kell már bizonyítania. Nekik tényleg az van, hogy azt kell zenélni, ami belőlük jön, és élvezzék, érezzék jól magukat. És én ugyanezt mondom egyébként az összes olyan zenekarra, aki már a 70-es, 80-as, 90-es években letette a magáét, hogy ez már nekik gyakorlatilag levezetés. Igen, persze. Tehát itt már nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, mert hát feltalálták egyszer. Igen. Tehát, hogy mutassunk még egy olyan zenekart, aki többször találja fel a spanyol viaszt karrierje során. Nem, mert nincsen rá szükség. AC/DC. Ugyanazt a lemez hozták ki tavaly vagy tavaly előtt, amit 74-be. Bárki fölrótta nekik, az ég egy adta világon senki. Ugyanazt a dalt játsszák bazd meg 45-50 éve, és mégis mindenki imádja őket. Mert ők az AC/DC. Tehát, hogy... És most tényleg az van, hogy nekem egyébként bármennyire is fura a címadó, meg a Lux Eterna a kedvenc két dalom a lemezről. Megértem mind a kettő 10 pontos nálam. És ha már ott a Motorheadet kihoztuk, mert a Motorhead játszott valaha is másmilyen zenét? Nem! De ők voltak a Motorhead, bazd meg! És így szerintem a Metallica az így ennyi. Hogy ha tudnak olyan lemezt csinálni, amit jó hallgatni és jó játszani, akkor innentől kezdve ők megvannak. Nem kell már bizonyítani semmit az ég egyet a világon. És le a kalappal, hogy ezt így 40 év után ekkora elánnal tudják csinálni. Tényleg. És pont ezt mondtam, hogyha 60 évesen az én új lemezembe, ha lesz egyszer, valaki csak annyit tud belekötni, hogy hát van egy-két desszertizű riff, kurvára boldog leszek, és kurva jót fogok tudni aludni. 10 lemez a hátad mögött, igen, hogy valaki igen, ilyen, hogy így talál így. Ez már mintha lett volna, hát leszarom bazd meg. Hát ennyi. Most ennyi. Ennyi. Nem, egyébként kurva jó a lemez. Szóval, én az Inamorátát is
Elsőre én is azt éreztem, hogy hosszú, másodjára, harmadjára meg már így, amikor tudod, hogy mi jön meg, miután még a leállás és a visszaír. Olyan ez, mint ha egy két órás filmet néz, hogy lehet, hogy elsőre nincs benne két óra, de amikor tudod, hogy a McLean mikor, hova megy éppen, akkor elrepül így a két óra. Tehát igen, ez kb. Igen. Pont ugyanolyan. És így én tett, nekem tetszett. Ennyi. Ennyi a tömör véleményem így 6-8 percben. Nem beszéltünk össze előzőleg, és nem fizettem le, ez nagyon fontos. Jan, sose szoktunk. Tehát az, hogy igazából egy nem Metallica rajongó elmondta ugyanazt, csak sokkal rövidebb időben belepérve, amit én elmondtam korábban Metallica rajongóként, azt valahogy igazolva látom magam, tehát hogy fülelő approved. Ennyi. Sárga lemez, 72 évszakos téli gumit vegye meg mindenki, fülelő approved. Így van. Hát, így van. És egyébként ezt, hogy nem kell bizonyítani semmit, borzasztóan örülök annak, hogy erre a Hardwired előtt ők is rájöttek. Mert azért beszélgetünk most egy ilyen lemezről. Igen. És azért beszélgettünk a Hardwired-ról. Ja, és még csak ennyit, hogy értelek így, hogy ne az Inamorátával zárják a karrierjüket, viszont nem gondolom azt, hogy 7-8 év múlva még egy ilyet le tudnának tenni az asztalra. Épp azért. Ezért vagyok most, én még nagyobb kínba vagyok, mint a Hardwired után. Mert akkor se láttam már, hogy 60 évesen még bennük lesz egy ilyen lemez. Tehát rám cáfolnak, de most 68 éves korukban is rám fognak-e cáfolni. Igen, érted? Tehát az 67-68, és azért már a Lars lenyilatkozt, hogy eljön az az idő, amikor már nem fogunk betöréket játszani, mert nem fog menni. De azért is rengetegen kikezdték, bazd meg, pedig őszinte a gyerek. Miért bántunk valakit azért, mert őszinte? Mondja azt, hogy igen, 68 évesen Kill Em All tematikus turnéra indulunk, bazd meg, és eljelzünk elejétől a komplet lemezt, hogy mi a faszt mondja? Igen. Ja. Sapka. Ha van sapka rajta, az a baj, ha nincs akkor. Ha van fogpiszkáló szájában, az a baj, ha nincs akkor az. Ja. Faszom, mindegy már tényleg. Na mindegy, szerintem legyünk ennyit, mert mindjárt ez is. Legyünk ennyit, mert mindjárt ezt is újra kell indítani, igen. És tényleg csak annyit, hogy ez a te éved. Tehát igen. Két jubiláló extránk lesz még Metallica témában, és itt az új lemez, ami király. Tehát igen. Szerintem te meg vagy. Én meg vagyok csinálva, abszolút, tehát a Hatfield valamelyik dalba így a Asian szavakat ismételgeti, és sem végű szavakat, a masturbation-t ide tenném, mert hogyha ezt szerintem lelőttük és hazaérek, szerintem nekem megint az lesz erre a lemezre. Hát vagy Traveling to Hokkanto Island, vagy nem tudom, hogy azaz, hogyan mondjam. Azaz. Szóval srácok, ezek voltunk mi, nem tudom már hol a fogpiszkálom, mindegy, engedjétek el. Mondjátok el a véleményeteket a Metallicáról. Igen, ide tessék ki az öltözékért, köszönet Hegedűs mesternek, köszönjük így szépen. Van. Nyugodtan mondjátok el, hogy mit gondoltok erről a lemezről. Meggyőzni nagyon nem fogtok már tudni, mert 27 hallgatás után azért markánsan kialakult a véleményem, de nyugodtan írjátok le, mit gondoltok. Akár azt is, hogyha Master Justice óta nálatok halott a Metallica, De akkor instantban, igen. Tehát a Lars nem tud dobolni, 88 meghalt a Metallica az instantban. Remélem nem valami törzsnézőn fogja betrolkodni. Ne, igen. De jó, meg... azt érteni fogjuk legalább, de nem, az is instant. De példastatuálás, hát... Az egyszer fent, egyszer lentet is kinyomtuk többször. Igen. Hiába triggereltek, megcsináljuk. Na. Igen. Írjál, iratkozzá, aztán hallgassál Metallicát. Ennyik voltunk mára. Szevasztok. Ciao. Akkor így vannak nálam a Metallica lemezek rangsorban. Az mi a kurva anyát terike, bazd meg! Ide röpült a monitorra, bazd, hallod? Megijedtem. Hol volt ez eddig? Nem tudom, mert gatyádon. Honnan jött ez, bazd meg? Büdös kurva anyját azt. Hogy mutassam meg a srácoknak? Sehogy. Sehogy. Higgyétek el, hogy itt egy buzi nagy... Mi az? Kielkeretem a... Mi a faszom? Ha szerencsétek van, mindjárt berepül az objektív. Ott van fönn. Kurva anyád, hogy megbaszom mindjárt. Zárjuk le, aztán kiírtam a gecibe. Na!